Már csak pár pillanat és kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szűcs Tamás, a PDS elnöke. Szép jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Járvány idején, amikor tanárok otthonról tanítanak elektronikus úton, a diákok ücsörögnek, megpróbálnak válaszolni. Kezdjük azzal, hogy működik-e ez a dolog? Mi az ön visszajelzése? Közvetlen tapasztalatom a feleségem, érettség előtt álló osztálya. Egyértelműen működik, nála működik. Hozzá kell tenni, hogy egy motivált középiskolai célcsoportot, ha vizsgálunk, vagy egy ilyen csoportot vizsgálunk, ott jobb lesz a hatékonyság, magasabb lesz egy jó gimnáziumból kétségtelen, mint máshonnan. Tehát de megint a versenyistálók vannak előnybe? Nem fogja tudni megszüntetni a digitális tanrend sem azokat a különbségeket, amelyek vannak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy múlt héten már tárgyaltunk a Klebersberg központtal többször, és fel is hívtuk a figyelmet arra, hogy ott, ahol működnek a dolgok, oda ne pazaroljanak energiát arra, hogy mindent ellenőrizni akarnak, ahol viszont nagy hiányok mutatkoznak akár a felszereltségben, akár a tudásban. Mert az is lehet, hogy okostelefon még a legalacsonyabb státusú lakásban is van, csak nem biztos, hogy tudják, de hogy... De kezelni is kell tudni. Erre az élő példa, hogy nagy nevű professzorok, ügyvédek a vendégeim, és bizony a Skype-ot, meg az elektronos kütyüket nem biztos, hogy tudják kezelni. Úgyhogy ez most azt kell mondjam, hogy az egész magyar pedagógus társadalmat... Önről sem feltételeztük, ezért kértük, hogy élőbe jöjjön be. Meg tudtuk volna oldani Skype-on is, de azért ezt élőben csak vicc kedvéért mondtam. Tehát hiszen például a PDS megtartott a történelmek, 30 éves történelmek első távkonferenciás országos válaszmegyűlését pont múlt héten, nem eredménnyel járt. Nagyon jó, mert a felesleges beszélgetések egy részét kiszűrte, és el kell mondjam, hogy hatékonyabb volt, mint amikor 15-en ott egyszerre akarnak okosak lenni, és így nem láttuk egymásnak a nonverbális kommunikációját. Tehát el kell mondjam, hogy hatékony volt. Egyébként az iskola... Mint pedagógus, mi a vélemény erről? Mert mint üzletember elképzelhető, hogy utána, ha túl leszünk ezen a víruson, nagy összefogása, meg mindenki betartja azt, hogy maradjon otthon, nem lesz szükség a nagy méregdrága irodabérletekre, és ez egy új lehetőség a vállalkozók életébe. Ügyvédek és hasonló emberek otthon szépen pötyöghetnek, reggel fölöltöznek, talán nyakkendőt félrecsapják, beülnek az otthoni kis íróasztalukra, talán a munkáltató még a kávéjukat is kifizeti, és nem kell méregdrága irodákat és egy légtérbe egymás hegyén hátán ülni. Hát én magam is a munkám egy részét, ugye Miskolcon élek, hetente egy-egy napot otthon töltve home office-ban végzem, tehát tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a jövő, és elképesztő tapasztalatokat szerez a tanári társadalom is, egyébként pont most, amelyeket jó lenne beépíteni, és mindenféleképpen úgy látom, hogy nem lehet kiiktatni, hiszen a gyerekek már, a tanulók egy része már sír és nyílik, hogy nem, a szocializáció hiányzik nekik az osztálytárs, hiányozni fog a ballagás. Tehát egy csomó olyan dolog, amit most úgy néz ki, hogy lehet, hogy arra nem fog sor kerülni, vagy később kerül sor. De én azt gondolom, hogy egy munka egy jelentős részét át lehet tenni ilyen formákra manapság, aminek persze egyetlen feltétele van, hogy ez a technika ez rendelkezésre álljon, mert a fene tudja, mi van, ha egyszer a világ hátsójából kihúzzák a dugót, akkor bizony nagyon okosnak kell lenni az analóg módszerekre, és még emlékezni kell, hogy az hogyan működik. Hát bízunk benne, hogy nem lesz sem gáz, sem villany, sem vízhiány, és az internet is szélesebb sávon. Nagyon érdekes, hogy én arra számítottam, hogy le fog lassulni, de úgy tűnik, hogy közlekedhető. Igaz, az embereknek föl kell hívni a figyelmét, hogy minél kisebb csatolt fájlokat küldjenek, hogy ne terheljék le, de mindenhol Európában ez működik. Mennyire lesz szüksége azoknak a tanároknak, akiknek gyerekeik vannak, és a nap nagyobbik részét általában az iskolában, munkahelyeken töltik, hozzászokni, hogy a saját gyerekeikkel kell foglalkozni, meg hogy közben órát adnak, és ők is ott vannak. Nem csak a pedagógus kollégáknak kell ehhez alkalmazkodni, hanem egyre több szülő tud otthon maradni szerencsére ebben az időben. Ezt kértük is, hogy meg kéne oldani, hogy
mindenütt legalább maradjon egyik szülő, és a szülőknek is azért két feltétele van, minél alacsonyabban motiváltak a diákok, annál inkább feltétel, hogy ne csak a technika álljon rendelkezésre, hanem egy felnőtt, aki azt mondja, hogy akkor 10 órakor ülj oda, légy szíves, mert ez jön, nem kell állandóan a sarkában lenni a tanulónak, a diáknak, a gyermeknek. A pedagógusoknak pedig egyértelműen azért ütötte ki a múlt heti kicsit könnyelmű nyilatkozata, vagy félreérthető nyilatkozata a Maruzsa államtitkárnak, amikor azt mondta, hogy nem kell a NATO-t elhalasztani, mert most több ideje van a pedagógusoknak. Hát rohadtul nincs több ideje. Tehát látom, hogy ez például csak egy egyszerű dolgot mondok. Az, amikor én egy anyagról visszajelzést szedek a tanulóktól, és nem írásbeli számunkérésben, hanem egy osztályon belül látom a személy, hogy tudja a nonverbális kommunikáját, miről van szó. Ilyen nincs. A feleségem mind a 200 diáknak, ha visszajelez, le kell írnia, tehát most a szöveges értékelés vagy Skype-on keresztül próbálja meg, de mindenkivel nem tudja megtenni, és rengeteg olyan visszajelzést kell most leírnia, vagy ami bátorítja, vagy... ami bátorítja, értékeli, ami egy osztályközösségben mondok egy iránymondatot, és 15 gyerek tudja, hogy rátartozik. Na most itt ez nem mindig így játszik. Tehát most el kell mondjam, hogy a főleg az értékelés az elég komoly, és aki én is raktam össze annak idején digitális természetű órát, és többszörösét készültem rá, mint a hagyományos óráimra, hogy ott mindent oda tudjuk. De lehet, hogy a tanárképző, tehát a felsőoktatási rendszerekben, ahol pedagógusokat képezünk, ott ezt előtérbe kell helyezni. Hát, szerintem előtérbe is helyezték már ahhoz képest, amikor én végeztem, hiszen akkor ezekkel nem kellett számolni, ezekkel lehetőségekkel, de én azt hiszem, hogy a tanárképzés megújítása az nem csak technikailag, hanem egyébként általános pedagógiai módszertanában is. Éppen csak beszéltünk már erről, a kezdő lépéseket tesz, és pont az Eszterházi Egyetem Egerben kapták ezt a feladatot, hogy egy korszerűbb. Na most, én azt gondolom, ezt a tapasztalatot, amelyet a pedagógus társadalom egy kényszer tanulás 50 pluszosként, higgy el, hogy van olyan kollégánk, akinek e-mail címe nem volt. Nem az én közvetlen környezetemben, de már egy nagyon kis településről bejutott. Ez nem jelent semmit, nekem 3 is van. Igen, 67 évesen, ez nem egyszerű. Tehát, így van, átállni, ezt megtanulni, félelem van, görcsök félelem, vannak. Ma, amikor udvariasan kell megkérdezni a riportalanyomtól, hogy milyen telefonja van, de nem azért, mert ezzel turkálni szeretnék a zsebében, mert az egyik telefonon van FaceTime, a másikon nincsen, ezt a gombot kell megnyomni, azt a gombot, és ha szép türelmesen magyarázza el az ember, feltéve el tudom magyarázni, és nem technikus kollégámat kell segítségül hívni, akkor lassan, tehát volt olyan vendégünk, aki már harmadszor jelentkezett be Skype-on, és ő mondta, hogy biztos jobb lesz a hang, akkor próbáljuk meg FaceTime-on. Tehát alakul a dolog. Ha úgy alakul, hogy itt erre tér át a heti tévé is, akkor én azt gondolom, hogy nyugodtan lehet keresni engem is. Hát ma már a 80%-ot az interjúknak ezen készítettük el. Tanárokhoz nem szoktak hívni pszichológust, de egy olyan tanár, aki most be kell bizonyítsa, hogy ő erre képes, és amikor prés alatt van az ember, éppen bizonyítani, és otthon is van 3 gyereke, meg van épp egy munkanélküli férje is, mert ő is karanténben van, és nem tudni, hogy mit hozza holnap, az a pedagógus kihez forduljon? Ezt kevesen tudják, hogy a pedagógiai szakszolgálatok pszichológus hálózata, tehát pszichológusok is vannak. Más kérdés, hogy nagyon túlterheltem, mert alacsony a létszám. Nem csak a gyermekekre van protokollja, hanem igazán ott van egy protokoll a munkavállalókra is. A tankerületek alá tartoznak irányítással. De a tankerületek ezt nem használják ki? Tehát akkor, hogyha én holnap elmegyek egy pszichiáterhez vagy egy pszichológushoz, és én utalom be saját magamat, akkor együttműködik velem. De abban a pillanatban, hogyha a hivatalos úton, a tankerületen keresztül nincs meg annak a veszélye, hogy későbbiekben valaki ezt nem pozitív oldalon, pozitív célokra használja? Eleve is titoktartási kötelezettség a pszichológust épp úgy kötelező, mint bármely orvost, ügyvédet ilyen szempontból nem tudhatja meg. Én el tudom mondani, hogy én annyit tudok,
jó kapcsolatban voltam a mi iskolánk pszichológusával, aki több intézményt látott el, több ezer gyerek jutott rá, hogy egy 2-3 évvel ezelőtt, mikor beszélgettem vele, akkor azt mondta, hogy egyre több kollega keresi meg. Egyébként függetlenül attól a nyomástól, hogy most új teherként jelentkezik. Na de most, tehát most nagyon nehéz, nyomás. Nagyon nehéz, és én visszagondolok azokra a percekre, amikor már erről beszélgettünk, amikor még azt hittem, hogy pedagógus maradok, és az első óráimra bementem, az egy iszonyú nyomás. Az az. Na most, akkor fiatal voltam, és egyedülálló voltam. Ma egy tanár, akinek, mint említettem, a példa kedvéért van 2-3 gyermeke, van egy férje, talán van még egy édesanyja is, akire oda kell figyelni, aki egy másik városban van karanténban. Ez sokszorosan összetett, és mégis produkálnia kell. Hát kétségtelen, hogy anonim módon is tud fordulni a pszichológus hálózat. Most egyébként ott is home office-szal megy a rendelés, a szülők is így keresik. Tehát ott is a PET szakszolgált nagyon sokat tett azért a PDS, hogy ott se kötelezzék se ügyeletre semmire, mert a feladatoknak a 90%-a megoldható home office-szal, akkor pedig oldják meg úgy. És éppen ezért meg tudja keresni akár anonim módon a pszichológus, de én azt gondolom, hogy ez a helyzet, PDS pont ezért a Ne dolgozz ingyen oldalán, a tegnapi cikkünk már nem csak a tanároknak, hanem a szülőknek is szólt. Ez a tehertétel, hogy össze vagyok zárva, nem tudok mozogni, nem tudok kimenni. Ez a házi munkát el kell látnom, a gyerekemre figyelni kell, esetleg home office-ban dolgozom a hivatalomban, a cégemért, nem csak a pedagógusokra, hanem másokra is hárulhat. És pont az egyik pszichológus kollégánk segítségével állítottunk össze egy cikket, ahol ilyen hétköznapi tanácsokat próbáltunk megfogalmazni. Hát például a legfontosabb szerintem a kisebb gyerekeknek megmagyarázni, hogy ez miért van, megmagyarázni, hogy miért kell a pizsamából átöltözni, mert azért mégis lehet mindjárt tanulni. Úgyhogy viszont mi történik egy nagy család specialista, egy nagy családnál, ahol 4 gyerek is van, és nem biztos, hogy van 4 laptop. Akkor itt a technika. Akkor kisorsolják, hogy akkor most hány órakor kicsoda? Ha megvizsgáljuk, vannak olyan fórumok, amelyek eleve egy időbeosztást adnak. Tehát mondjuk a TV5 átállt egyiket színvonalas műsorokkal, és felosztotta nagyjából azt. Ha az intézmény... Azaz magyarul visszatértünk az iskola TV. Az intézmény... Lehet, hogy az jó volt? Jó, és itt kifejezetten jók egyébként a műsorai, magas színvonalúak. Valami úgyhogy, pozitívat is hát ez az, úgyhogy mint hogy az is pozitív, hogy nem kis harcok árán, de sikerült elérni, hogy a Kléberzberg Központ az utasításait, amit ad az intézményvezetőknek, és amely érint egyébként az összes pedagógust és szülőt, azt tegye ki a honlapjára, és akkor onnan mindenki elolvashatja, nem csak az intézményvezető kapja meg, akinek ezt le kell osztani különféle csatornákon. Ebben a PDS-nek elég komoly szerepe volt. Tehát akkor azt akarja mondani, hogy az intézményvezetők és a kollégája beosztatjai között sokkal barátibb lesz a hangulat, mert így látják, hogy nem ő találta ki. Például azt kell mondjam, és első kézből látják, hogy mi az, amit, és azt árnyalhatja az intézményvezető. Kint van, el lehet olvasni nyilvánosan, hogy milyen irányelveket fogalmazott meg a Kléberzberg Központ most, akár az összes érintett számára. Mi történik azokkal a pedagógusokkal, akik már védett korban vannak? Na nem azzal a védett korban, hogy bemenjenek az iskolába tanítani, illetve hogy dolgozzanak. Mondjuk 60 fölöttiek? 60 fölöttiek, mert gondolom, hogy a pedagógusok itt, többsége azért nem 30 éves. Hát nem, a pedagógusok fele túl van 50-en, és ebből jelentős része már a 60-on is, és nagyon sokan nyugdíjasként megbízási szerződésekkel, vagy visszafoglalkoztatással állami intézményben, ezt nem tehette meg, de nem államiban vissza is lehetett foglalkoztatni, és akkor a nyugdíja is megmaradt, meg a fizetését is megkapta. Ez az államiban valami ökörrendelet miatt még mindig nem megy át. Tehát azt mondhatjuk, hogy nagyon sokan bőven nyugdíj után mentették meg a tanárhiánytól a rendszert. Ez egy 5-10% is lehet, akik főleg a kúrens, a hiány szakokban lettek visszafoglalkoztatva, vagy megbízási szerződéssel alkalmazva, mert különben már nem találtak szakos tanárt. Na most ő náluk az a helyzet, hogy a pedagógusok többségének a munkája ellátható home office-ban. De van, akiknek a távmunka nem jöhet
számításba adott esetben, vagy esetleg nagyon minden tankerületben egy-egy intézményében van egy ügyeleti felügyeletre kijelölt intézmény, akkor azt kell mondani, hogy ezek alól, hogyha nincs is home office-ban ellátható feladata, azt mondhatjuk, hogy egyszerűen ezt a korosztályt ne osszák, bekértük, és talán figyelembe is veszik, hogy nem velük kezdi, és legalább az állásidőt megkapják egyébként, ami nagyjából a átlag alapjövedelme. Hogy lehet testnevelés órát home office-ba levezetni? Van. Komolyan mondom, van. Testnevelőten ártót ágasznál. Nem, még az a része, hogy bevonható a szülő, tehát hogy próbálnak olyan programokat, olyan dolgokat leadni, ahol nem csak a gyermek, hanem ha van tesó, akkor a tesó, a szülő is, ha otthon van, akkor a szülő. Tehát rengeteg kreativitás szabadult fel a kollégákból, elképesztő mennyiség, egyébként ezt örömmel láttuk. Utolsó mondatra még kell, hogy időnk legyen, mi lesz az érettségiző diákokkal, nyelvvizsgára készülő és egyéb feladatok megoldására. Azt kértük az államtitkár úrtól egy hétvégén írott levelünkben, mert folyamatos kapcsolatban állunk, hogy ez tipikusan az a kérdés, amit ne egyedül akarjanak eldönteni. Vonják már be az összes érintett szakmai szervezetet, hogy mi lenne a jó megoldás. Abban egyetértettünk, hogy nem holnap kell ezt megmondani. Néhány hét erre még van. Ezt a néhány hetet arra kellene kihasználni, hogy együtt, akik a szakmában vannak, találják ki a legjobb megoldásokat, úgy tetszik az operatív törzsnek tanácsokat adva ebben a kérdésben, mert ezt nem az operatív törzs látja jobban, bízunk, hanem a tanárok. Benne, nekem úgy tűnik az önt hallgatva, hogy nagyobb az összefogás, az egyetértés, mint korábban több volt. Több ilyen jele van, kétségtelen. Fogjunk össze, akinek otthon kell maradni, maradjon otthon, nem kolbászolunk az utcán, sem fiatalok, sem idősek, hisz tévhit az, hogy a fiatalok nem betegedhetnek meg, és ha már megbetegedtek, nem kéne a családot megfertőzni. Úgyhogy mindenki módjával, mindenki tudja, mi a teendője, mi is tudjuk, mi a teendőnk, elbúcsúzni. Vendégünktől, Szűcs Tamástól, a PDS elnökétől köszönöm, hogy itt volt. Előzetesek, és jövünk vissza, tartsanak velünk.